mutta megmondta a gyerek, megmondta. Megmondta a gyerek, mert ő mondta. Jack Nicholson, Revicki Gábor. Az ígéret megszállottja. További magyar hangok. Selmeci Roland, Farkasinszky Edit, Cető Zsanett, Megyeri János, Orosz István, Damu Roland, Bognár Tamás, Kassai Ilona, Csík Csaba Krisztián. Magyar szöveg Szász Andrea. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Ulman Gábor. Rendezőasszisztens Albecker Gabriella. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Gyarmati Gergely. Producer Kovács Zsolt. A szinkront a Best Hollywood Kft. Megbízásából a Synchron Systems készítette. Várjon, Nick, várjon! Rendben. Oké. Okay. Okay. Jó reggel. Hello. Itt van. Jó reggelt. Azt hittem, hogy azt a hűtőládát magával viszi. Minden dobozokba raktam, kivéve a fényképeit. Akárhányszor fényképeket pakolok, valamelyik mindig eltörik, és mindig engem hibáztatnak. A fényképeket pakolja el maga, és ne felejtse, hogy ma a hadnaggyal ebédel. Fél kettőkor. Fél kettőkor. A luauban. Fél kettőkor várja a luauban.
Köszönöm, Jane. Itt vagyok, ha kell valami. Siessen, elkésünk! Csodás! Köszönöm, köszönöm! Jerry! Ismervén téged arra gondoltunk, ideje lenne kifognod azt a nyársorú halat, amire olyan régen vágysz, így hát... Közösen nyomozók, titkárnők és önkéntesek, mi mindannyian összedobtunk néhány dollárt, és vettünk egy jegyet.
Állítólag itt fogják a legnagyobb nyársorú halakat, úgyhogy menj és fog ki a legnagyobban, Jerry. Hát, ja, nagyon szépen köszönöm nektek. Mit is mondhatnék? Nem kellett volna, de már megvettétek. Meghatódtam. Köszönöm. Megöltek egy kiskorú. Becker megyében. Egy kislány, talán megerőszakolták. A tavak nem a helyiek intézik? Brutális gyilkosság volt, segítséget kértek tőlünk. Az ég szerelmére, te már nyugdíjas vagy. Addig még 6 órán van hátra. Szerintem maradj ki belőle. Egyébként Krolek ügye, vele beszéld meg. Belőlem jöhetsz, ha itt akarod hagyni a bulit. Lehozom a kabátomat. Testére bukkantak. Éppen most érkezik szirénázva egy mentőautó. Itt vannak a helyi rendőri egységek. És épp most fut be a rínói rendőrség gyilkossági csoportja. Zúzódások és karmolások nyomai láthatók mindkét comb belső oldalán. Erős szorítás nyomai fedezhetők fel, feltehetően eltörött a csont is. A nyakát elvágták. Tudjuk a korát? Második osztályba járt, úgy 8 éves lehetett. A testhelyzetéből ítélve a halál beállta után már nem mozdították el a holttestet. A hullafoltok alapján néhány órája állhatott be a halál. Átvizsgáltuk a környéket. Ebben a hóban csak ez az ösvény vezet ide. Akkor mi a fenének tapossa össze? Bocsánat, én csak... Kiejtett el egy collat. Ó, Jézusom, az az enyém. Bocsánat. Fegyvert találtak? Nem, de egy ekkora kést nagyon messzire eldobhatott. Már amennyiben késsel csinálta. Mikorra végzel vele? Még néhány perc. Jó, szólok a halottkémnek, hogy elvihetik. A gombok. A laborosok keresenek új lenyomatokat. A kabát és a ruha gombjain. Vágják le őket. Rohadt életben. Strom, szedjétek le a gombokat és küldd be a laborba. Fiúk, vágjátok le a gombokat és menjünk küldjétek be a laborba. Mit tudunk a szülőkről? Duane és Margaret Larsen. Pulykafarmjuk van úgy 10 mérföldre. Rendes emberek. Most már vihetik.
Beszélt velük? Nem. Még nem mondtuk el nekik. Nem tudtuk, hogy mit mondjunk. Nagy úristen. Még nem szóltak a szülőknek. Ez a fiú talált rá? Igen. Jó estét, fiam. Hideg van, ugye? Vigye be az őrse, később beszélek vele. Rendben. Van hír a gyanúsítottról, vagy a kocsiról? Várjon! A járőrök nem jelentkeztek? Még nem találták meg. Keresik a járművet, de egyelőre nyoma veszett. Gratulálok. Ki értesíti a szülőket? Senki sem ismeri őket? Az egyik helyettesem, de ő nem vállalja. Szóval nem vállalja. Minden szerdán Ginny a városban maradt. Olyankor anyám zeneórákat adott neki. Amikor az óra véget ért, mindig egyenesen hazajött. Ezek szerint a nagymamája azt hitte, hogy Ginny már hazajött. Nagyon önálló kislány volt. Igen. Elnézést, Holcomb tiszteletes már úton van. Megkérhetem, hogy ne jöjjön be cigarettával a házba. Bocsánat. Hogyan lehetséges ez? Ilyen gonosz ember nem létezhet? Léteznek ilyen gonosz emberek. Látni akarom a lányomat. Én ezt nem tartom valami jó ötletnek, Mr. Larsen. Talán kegyetlenül hangzik, amit mondani fogok, de... jobban tenni, ha a saját érdekében most nem néznél meg Ginnyt. Maga miért gondolja, hogy jobb nekem, ha nem látom a lányomat? Hallja, miért lenne jobb? Azért, mert nekünk is nehezünkre esett ránézni. Holnap este elmehetnek megnézni a kislányukat. Akkor már nem lesz rajta semmi, ami... Mi? Az lesz az érzésük, mintha csak elaludt volna. Ki tehette ezt vele? Ki fogjuk deríteni, Mrs. Larsen? Megígéri, hogy kiderítik. Igen. Igen, Mrs. Larsen, én megígérem. Esküszik a lelki üdvére. Megesküszik.
a saját lelki üdvére és erre a keresztre, amit még a kislányunk készített. Igen. Esküszöm a lelki üdvömre. Megesküdött a lelki üdvére. Imádkozzunk. Felügyelő! Black felügyelő! Úgy tűnik elkapták. Az országúti járőrök megtalálták a kocsit. Egy indián vezette. Egy kicsi két, kicsi három, kicsi négy, kicsi öt, kicsi hat, kicsi hét, kicsi nyolc, kicsi... Kaptál tőlem egy új hajpántot, Toby. Tudom, hogy a tied elveszett. Nem látom a szemedet, Toby. Ez tetszeni fog. Kösz. Hadd nézzem. Na, jaj, Toby. Egyszer már ültél kiskorú megerőszakolásáért. Nem gyerekről volt szó. Az a lány már 16 éves volt. Mondd meg neki, Toby, hogy az erőszak az erőszak. 3 év a javítóban. Van itt lopás, rablás, mi egymás. A barátunk szereti a marihuánát. 2 kapták el marihuánával. Ez aztán... Négyesbe kezdés, a fickó szellemileg visszamaradott. Mondok valamit. Ad egy. Ettől még lehet erőszakos. Ad 2, be fogja vallani, és ad 3, méghozzá nagyon gyorsan. Hogy vagy, főnök? Na, félsz a kamerától? Akkor félre toljuk. Nem szeretném a kamerát. Utána. Kihez beszélsz, főnök? Hangokat hallasz a fejedben? Hangokat. Hangokat. Te rendőr vagy? Igen, rendőr vagyok. Én is szeretnék rendőr lenni. Tényleg? A rendőrök nagyon gyorsan idehoztak, nagyon gyorsan. Én csak vadász vagyok. Ma sok hódot fogtam. 7,5, vagy 15, vagy lehet, hogy 17 kilónyit, vagy 30-at. És csak hódot fogtál? Hódot? Hódot? Szőke hód volt? Maga viccelődik velem. Szerinted viccelődöm? Nem tudom. Nem viccelődöm. Szóval hódot fogtál. Igen. Igen, hódot fogtam. Igen, nem inkább egy kislányt fogtál? Nem egy kislányt fogtál? Mi? Megerőszakoltad? Ezt tetted? Igen. Megerőszakoltad? Igen. Talán arról a régi ügyről beszél, ami az aktájában van. A kisfiú azonosította. Ez egy kisváros. Hadd végezzek róla a munkáját. Mesélj nekem a kislányról. Megerőszakoltál ma egy kislányt? Semmi baj. Nekem elmondhatod. Megölted. Ugye, Toby? Semmi baj. No? Egy kicsit bekattantál ma, nem igaz? Mi? Egyszer csak vadállattá változtál.
Megtámadtad és megerőszakoltad. Megerőszakoltad a kislányt. Nézd, Tobi. Tudom, hogy nem akartad. Csak egyszerűen nem tudtál uralkodni magadon. És megölted, ugye? Megöltem. Úgy látom, fáj a hasad, igaz? Na, ez jól esik, igaz? Jól esik. Csak azt akartad, hogy csendben maradjon. Igen. Hogy ne sikítosszon. Nem tudtál uralkodni magadon. Aztán, mikor magadhoz tértél, megijedtél. Megláttad a kislányt, és elfutottál. Elfutottam, igen. Futottam. Igen, futottál. Igen. Futottam. Semmi baj. Semmi baj, Tobi. Futottam. Futottál. Igen, semmi futottam. Igen. Akarsz sírni? Nem? Na gyere ide, gyere. Gyere. Semmi baj, gyere. Vállalnod kell, amit tettél, érted? Vállalnod kell. Fogalma sincs, hogy miről beszélnek, hiszen... Vald be, Tobi. Rendben. Semmi baj. Megöltem. Megölted? Megöltem. Megölted? Mondd ki. Megöltem egy kislányt. Mondd ki. Megöltem egy kislányt. Megöltél egy kislányt? Igen, igen. Megöltél igen, egy megöltem. Kislányt? Igen, na? Igen, igen, igen. Mondd ki. Igen. Emeld a kezed az égre és mondd ki, Tobi. Mit mondtál? Mondd már, na. Halljam, Tobi. Igen, megölted őt, nem igaz? Tobi, nem igaz? Tobi, jól van, foglak. Foglak. Megvagy, Tobi? A fickó teljesen elszállt. Telefonált a halott kém. Csokoládé volt a kislány gyomrában. Az indián kocsija pedig csokoládépapírokkal volt tele. Vihetik! Készen vagyunk. Megcsináld a cirkuszt! Viselkedj rendőrként, Tobi! Most már rendőr vagy! Telefonálhatok egyet? Persze, csak tessék. Mondták, hogy ide jár horgászni. Igen. Mostanában nem igen van hal. Kevesen horgásznak idén. Talán a nagy hó miatt. Talán. És mi van? Mi volt ez? Úristen! Nála van a fegyverem! Adj el egy cseri! Dobd el! Dobd el! Elkapta Hamiltont! Dobj el! Tedd le a fegyver! Ne! Most! Megöltem a lányt! A rohadt életben ne! Jézusom! Mindenki jól van? Igen! Roland, nézd meg mindenkit! Már is rohadék! Hamilton, Michael, jól vagy? Nem vagyok jól! Jézusom! Jól van, Mike! Nem esett bajod? Isten. Jézusom! Jól vagy, hívjatok mentőt! Siess! Már is! Azt hittem, hogy meg fog ölni! Semmi baj, most már vége! Mi az, a golyó? Az egyik fogal.
Beszállás a Cabo San Lucas-i járatra. 42-es kapu, a gépe fél óra múlva száll fel. Köszönöm. Arra van a bár? Igen, uram. Köszönöm szépen. Nincs mit, uram. Kérném a következőt. Jó napot. Igen, tessék. Már is megnézem. Badenahot már többször elítélték különböző bűncselekmények miatt. Nemrég helyezték szabadlábra. Az őrizetben lévő gyanúsított öngyilkosságának körülményeit kivizsgálandó Paul Ross államügyész egy vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte. Jól van, uram? Igen, köszönöm. A rendőri erők és a rínói gyilkossági csoport nyomozói hosszú órákon át próbálták rekonstruálni az eseményeket a talált bizonyítékok alapján. Így jutottak el Vadenahig, akit azon nyomban elfogtak és letartóztattak. A rövid túsz drámát követően a helyi rendőrösön minden visszatért a régi kerékvágásba. Már az állami vizsgálatot rendelt el, a serif szerint Vadenah bizonyosan bűnösnek vallotta magát a kihallgatáson. A vizsgálat ellenére úgy tűnik, egy dologban mindenki véleménye megegyezik. Minden jel arra utal, hogy Vadenah követte a brutális gyilkosságot. Ráadásul a férfi beismerő vallomást tett, mielőtt a serif helyettes pisztolyát megszerezve fölbelőtte magát. Jó reggelt. Jó reggelt. Szép napunk van. Segíthetek önnek valamiben? Tulajdonképpen igen. Tudja, keresek valakit, akit úgy hívnak, hogy Annelise vagy Anna-Lisa Hansen. Igen, itt lakik nem messze. A háztartási bolt felett. Az egy kis épület, aminek két ajtaja van. Na most, a maga helyében én megkerülném a sarkot, és felmennék a lépcsőn. Aha. Könnyen meg fogja találni őt, ha mégsem jöjjön vissza. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok. Szívesen. Mit szeretne tudni? Hát szeretném elvarni a szálakat, összerakni a részleteket. Esetleg nem emlékszik valamire, abból, amit akkor mondott, valami kis részletre, amit talán... Szerda volt, és nem jött el hozzám. Azt mondták, fel sem szállt az iskola buszra. Aznap még iskolában sem volt. Feltételeztem, hogy otthon maradt. Aha. És milyen volt az unokája? Hogyan teltek ezek a szerdák Ginnyvel? Hogyan zajlottak? Ó, hát megjött a kis hátizsákjával, és ledobta a padlóra. Aztán adott nekem egy puszit az arcomra, nagy puszit mindig a bal arcomra. És aztán elkezdődött az óra. Amint leült a zongora mellé, már
már nem volt többé az unokám. És én ugyanúgy bántam vele, mint ahogy a többi tanítványommal. És Ginny sem akarta, hogy kivételezzek vele. De amint az óra véget ért, újra a kisunokám lett. Hogy lehet Isten ennyire kapzsi? Asszonyom, én... És mi jött az óra után? Sütemény. Süteményt ettünk, vagy sütöttem, vagy néha leküldtem őt a Karácsony országába, a Lentiboltba, cukorkáért vagy fagyért. És miközben ő az édességet ette, én mesét olvastam. Ginny nagyon szerette Andersent. Kit? Tudja, mit ír Andersen az angyal meséjében? Nem. Tessék. Mindig, amikor egy jó gyermek meghal, Isten egyik angyala leszáll hozzá a mennyek országából. Ez az angyal karjaiba veszi a gyermeket. Kiterjeszti hatalmas fehér szárnyait. És elrepíti őt oda, ahol mindenhová, ahol életében a gyermek jól érezte magát. Egy virágos réten a gyermek szed egy nagy csokor mezei virágot a jó Istennek. Gyönyörű. Mi a neved? Becky. Becky Fisk. Te voltál Ginny legjobb barátnője? A pattársam volt. Meghalt. Igen, tudom. A nagymamája azt mondta, hogy Ginny nagyon szeretett mesélni. Igen, néha. És miket mesélt neked? Ginny megismert egy óriást. Egy óriást? Tényleg? Magas volt, mint egy hegy. Sündisznókat adott neki. Ő varázslónak nevezte. Ginny le is rajzolta egyszer. Ginny lerajzolta az óriást? Megnézhetem? A folyosón van a falon. A képét is oda tettük. Mennem kell. Szeretünk, Ginny. Szeretem a szivárványt. Ne kapcsoljon senkit.
Most épp Mexikóban kellene horgásznod. Igen. Tudom, Stan, de kimentem a reptérre, és amikor bemondták a járatomat, én nem tudtam felszállni rá. Valami azt sugta, hogy a végére kell járnom. Folytassunk egy lezárt ügyet a megérzésed miatt. Jerry, te nyugdíjba mentél, már nem dolgozol itt. Jó, jól van. Én is tudom, Stan. Tudom, de csak annyit kérek, hogy futtasd át a rendszeren, jó? Nem valami bonyolult dolog. Hasonló bűnesetek, elkövetés, áldozatok. Megszennéd? Mondjuk... Az elmúlt 12 év emlékére. Megtennéd, Stan? Kérlek. Eltűnt, feltehetően halott személyek. Catherine Ann Olsted, 9 éves, szőke. Monash megye, meggyilkolt személyek. Luen Féroc, 10 éves, szőke. Üdvözöljük Monash megyében. Ennek már 8 éve. Alig fél éve dolgoztam serifként, és rögtön beütött egy gyilkossági ügy. Hát estem a tűzkerestségen. És mindennek a tetejébe, épp a nyár közepén. És az egész vidék tele volt turistákkal. Nagy volt rajtunk a nyomás, hogy elkapjuk azt a rohadt szatírt. Végül... arra a következtetésre jutottunk, hogy nyilván az egyik turista tette. Ami végül, tudja, egész jó tipp volt. Nem beszélve arról, hogy a helybéliek sem estek pánikba, amiatt, hogy egy szörnyeteg él közöttük. Szóval erre gondoltunk. Szerintem helyesen is, végül azért nem kaptunk el senkit. Mert szerintünk olyas valaki követte el, aki még a holttest megtalálása előtt elhúzott a vidékről. Igen. Látta azt a vágást a nyakán? Őszintén szólva nekem... nekem ez... olyan, mint egy film. Ezek a dolgok egyáltalán nem viselnek meg magát. Luen Roth. Egy 10 éves kislány. Kicsi volt, mármint a korához képest. És tudja, hogy... vagy mi volt a legdurvább benne? Úgy éreztem, szétrobbant az adrenalin. Nem tudom, mennyire baj ez, de hát, Isten tudja, ilyen hatással volt rám. Ilyesmi korábban sose fordult elő errefelé. Apropó, azóta se történt ilyesmi, és ez sokat jelent. Megtarthatnám ezt a képet? Az nem fog menni. Szívesen segítek, de az ügy elvileg még nincs lezárva. Na és láthatom a jelentést? Kap egy másolatot. Mit szól? Nagyon hálás lennék. De maradjon közöttünk. Nem igazán tudom, hogy ez szabályos-e. Oké? Lakatot teszek a számra. Lucy? Egy 2 éves csikó olyan, mint egy nő. Kiszámíthatatlan, teljesen őrült. Elnézést, uram, uram, meg tudnám mondani nekem, hogy hol találok itt James Olsted nevű fickót? Itt nincs Olsted nevű beteg. Aha. Azt mondták nekem, hogy ő itt a gondok. Lehet, hogy oda bent takarít, de ő nem beteg. Oda bent takarít? Igen, de ő nem beteg.
maga James Olsted? A nevem Jerry Black és nyomozó vagyok. Szeretnék beszélni magával a lányáról. A lányomról? Volt egy kislánya, aki 3 évvel ezelőtt eltűnt, nem igaz? Azért jött ide, hogy elmondja, valami történt vele? Nem, nem, uram, nem. Vagy holtan találták? Nem, nem, uram, mi még mindig keressük. Tudna valamit mondani róla? Le tudná írni nekem? Hát ő most már... Most másképp nézhet ki. Olyan gyönyörű volt. Rettenetesen hiányzik. Mindig odajött és átölelt engem. Kellett volna vigyázzam rá. Ő volt az én kislányom, tudja? Csak... Hol van a kislányom? Igen. Hol van a kicsikém? Manás megyében kezdődött. 8 évvel ezelőtt történt egy gyilkosság. Ugyanaz volt az elkövetési mód, és ugyanolyan típusú volt az áldozat, mint a Ginny Larsen ügyben. Beszéltem a helyi sheriffel a részletekről. Szőke 10 éves kislány. Megerőszakolták, majd elvágták a nyakát. Amint ez a fotón is látható, egy piros ruhát viselt. A Moorhead-i nyomozók kapták az ügyet, és a nyomozást még mindig nem zárták le. A gyilkosság idején Toby Wadenach a Szent Walter fegyházban töltötte büntetését erőszakos nemi közösülésért, tehát ő nem tehette. A fickó öngyilkos lett, mit akarsz? Te beszélted be neki, hogy nyugalom, mit... lássuk, mire jut a Jerry. Jutottál valamire? Már is mondom. Mondom. Tessék, látjátok? Itt a Larsen gyilkosság. Itt a Monashi gyilkosság. És itt, itt ebben a háromszögben... 3 évvel ezelőtt eltűnt egy kislány. Kathy Olstednek hívták, és a személy leírása szerint szőke volt, 9 éves, és eltűnésekor egy piros színű ruhát viselt. És? És? Nem látod? Amit elmondtál, az ráhúzható minden gyermekgyilkosságra. A személy leírás ráillik az összes kislányra, piros ruhával vagy anélkül. Még jó, hogy hozzá nem tetted, hogy kék szeme volt, vagy barna, ugye már Jerry? Miből gondolod, hogy a Larsen lány nem Wadenach gyilkolta meg? Ebből. Ez meggyőzött. Ginny rajza a sündisznós óriásról. Az eddig folytatott beszélgetéseim alapján alaposokon van feltételezni, hogy Ginny Larsen ezt csupán néhány nappal azelőtt rajzolta, hogy megölték volna. Továbbá okon van feltételezni, hogy találkozott ezzel az emberrel, ezzel a feketébe öltözött óriással, mielőtt megölték volna. És ez nem egy indián. Egyáltalán nem hasonlít egy indiánra. És látod ezt az autót itt? Ezt a nagy fekete autót? Ez itt nem terepjáró, ez nem platós terepjáró, mint Wadenachnak volt. Ez itt egy nagy fekete személyautó. Ezek pedig itt egy kislánnyal folytatott beszélgetés alapján a neve... Betsy Fisk. Ezek itt sündisznók. Hey, várj egy kicsit. Sündisznók, óriások, meg mi egymás. Vissza kellene fognod magad, Jerry. Az ügyet lezártuk. Ígéretet tettem. Én megesküdtem arra, hogy megtalálom Ginny Larsen gyilkosát. És be akarom tartani.
Figyelj csak, Jerry. Rendbe kéne tenned az életedet. Tudod, amikor az ember nagy változásokkal szembesül, és a nyugdíjazás is ilyen, nem tud mit kezdeni magával. A legjobb lenne, ha beszélnél valakivel, egy szakemberrel. Én megígértem valamit, Erik, és te tudod, hogy mit jelent ez. Becsavarodott. Sugarbush telep. Jerry, hoztam tiszta törölközőket. A legtöbben nem cserélik minden nap, de hálás lennék, ha nem koszolná be őket annyira, hogy ki kelljen dobni őket. Ez itt az előszoba. Csak itt dohányozhat. Ez pedig a nappali, de ne szervezzem bulikat. Ez meg itt a konyha, teljes felszereléssel. Ez a hálószoba. Épp most cseréltünk matracot, úgyhogy nagyon kényelmes lesz. És ó, igen, a szemetet abban fedeles vödörbe gyűjtse. A halpucolás maradékait pedig tegye a fészer melletti konténerbe. A házi rendet megtalálja itt a szekrény ajtón. Igen. És nem napozhat mesztelenül. Ezeket itt hagyom, és szólok Rose-nak, hogy jöjjön megvetni az ágyát. Ha bármire szüksége van, csak szóljon. Oké, Zsoké? Philip kiismerte a szakma minden csínyát-bínyát. Akik egyszer vásároltak tőle, azóta is hűségesen visszatérnek. J. Philip megvalósította álmát, és ezzel bennünket is gazdagabbá tett. Jó reggelt! Egy csomag cigi lenne. Az ott a tulaj? Az apukám. Aha. Segíthetek? Épp csak körülnéztem a környéken. Mikor nyitotta a boltot? Köszönöm. Nagyjából 30 éve. Aha.
Sose akart feladni? Nem. Aha, na és mivel tudnám rávenni arra, hogy eladja? Nem eladom. Aha, hát mondok valamit. Én itt hagyok egy számot, ahol utolérhet engem. A Thompson féle panzióban lakom, tudja. Nem akarom sürgetni, de gondolja át, jó? Egy ideig még itt leszek, ha netán mégis meggondolná magát. Nagyon örvendtem. Kösz, hogy benézett. Szép hely. Se mondta, hogy maga zsarú. Csak voltam. Ah, olyan nincs. Nyugdíjaztak. Ó, képzelje csak, Floyd Cage kereste magát. Tudja a benzinkutas fickó. Beszélni akar magával. Ah. Látom, harapnak. Igen, elég jó a fogás. Használhatja a telefonomat. Köszönöm. Jerry minden papírt aláír, költözhetnek. Jó, kösz szépen. Jó munkát végzett. Sok szerencsét. Amint berendezkedtünk Arizonában, megtelefonálom magának a számomat. Arizonába megyünk. Hogy fel tudjon hívni, ha nem talál valamit, vagy ha esetleg elfelejtett valamit. Sok szerencsét, Jerry. Köszönöm. Remélem boldog lesz itt, mert tudnia kell, hogy sose tudja eladni annyi pénzért, amennyiért vette. Hát, köszönöm. Majd igyekszem. Hé, működik a kút, vagy mi? Egy pillanat, már is kihozom a kulcsot. Zárva. Már is jövök. Köszönöm. Mit hozhatok? Egy pohár sört, köszönöm. Ugye maga az a városi zsaru? Már nyugdíjba vonultam. És megvette Floyd kútját? Igen, meg. Hát ez elég különös. Ha csak nem horgász. Hogy találta ki? Más nem így eljön ide. Igen. Elnézést kérek. Ez a vacak időnként működik, időnként meg nem.
Ja, rendben. Itt alul írja alá, legyen szíves. Ez pedig a maga példánya. Köszönöm, minden jót. Kész is. 10 gallon normál. Szép az autója. Errefelé nem igen látni ilyet. Nem akartam feltűnőt, de a feketén kevésbé látszik a kosz. Nem mondanám. Köszönöm, hogy nálam volt. Viszlát. Amikor egy jó gyermek meghal, Isten egyik angyala leszáll hozzá a mennyek országából, karjaiba veszi a gyermeket, majd kiterjeszti hatalmas fehér szárnyait, és elrepíti őt oda, ahol mindenhová, ahol életében a gyermek jól érezte magát. Maga szerint mi van a rajzon? Sündisznós óriás. Ginny azt mesélte a gyerekeknek az iskolában, hogy az erdőben találkozott egy óriással, és az óriás kis sündisznókat adott neki. Ez mit jelent? Látja, ezek a... Miféle sündisznókat? Őszintén szólva nem tudom. Mindegy, egy 7 éves kislánytól hallottam. Ginny barátaitól. Barátnőjétől, bocsánat. És ilyen egy 7 éves kislány fantáziája. Nem igaz? Hát, igaza lehet, de másrészről ez az autó nagyon is valósághű, és az óriás... Óriások nem léteznek, ugye? Hát, egy magas, jól megtermett férfi tűnhetett óriásnak egy kislány szemében. És az indián is magas volt? Nos, nem volt óriás, de mondhatni magas. Miért fordult hozzá Mr. Black? Tessék? Miért hozta el hozzá Mr. Black? Nézze, tudnom kell, hogy valójában kit keresek. Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, de meg kellene fejtenem. Tudnom kell, ki tábrázol. Sajnos ez a rajz nem mond semmit a gyilkosról, csak arról árulhat el valamit, aki rajzolta. Ha nincs semmi támpontom, nem hiszem, hogy tudok segíteni. Próbáljuk meg. Na, vegyük úgy, hogy a megérzésem helyes, és egyenlőre tegyük fel, hogy ez a rajz a gyilkosról készült. Jó. A maga óriása magas, jól megtermett, impozáns. Amennyiben ez a rajz az óriás és a kislány kapcsolatát ábrázolja, akkor a sündisznók ajándékokat jelenthetnek, amiket a kislány bizalommal elfogad tőle. A Monash megyei kislányt is ugyanígy ölték meg? Pontosan ugyanígy. A lányok hasonlítottak egymásra? Igen, nagyon.
És mennyi idő telt el a gyilkosságok között? A Manas megyei büntény úgy 8 éve történt, a másik kislány 3 éve tűnt el, és Ginit tavaly gyilkolták meg. Tehát gyakoribbak az esetek. Ha ez a helyzet, akkor valóban... Ám ne feledje, ez csak egy feltevés. Uh-huh. Igen, valóban számíthat egy újabb támadásra. Néhány hónapon belül. Talán egy év múlva, ha adódik rá alkalom. De persze az is könnyen megesett, hogy mindez csupán egy 7 éves kislány képzelgése. Uh-huh. Igen. Segítségért fordult hozzám. Igen. Nem bánja, ha felteszek néhány kérdést? Tessék. Nemrég nyugdíjazták, ugye? Igen. Mindig is láncdohányos volt? Ilyen gonosz ember nem létezett. Mikor lett láncdohányos? Léteznek ilyen gonosz emberek. Nemrég. Megesküszi. Él még szexuális életet? És erre a keresztre még él még szexuális életet? Él még szexuális életet? Esküszöm a lelki üdvömre. Most zavarban van? Nem tapasztalt semmi... Nem tapasztalt semmi hőhullámot, nem is szabad. Sűrűsztok, óriások, hogy milyen. Nem. Nem hall hangokat a fejében? Megöltem a lány! A rohadt életben ég! Szinte minden horgász egyetért, hogy a ragadozó halak leginkább az élő csaléra harapnak. Quelli most ért át a kukacokról a kis halakra. Jövök a palacsintáért. Idd meg a narancslét, kicsi. Lori, hoznál egy kávét? Na hát, milyen szépen rajzolsz. Köszönöm. Nem felejtetted el meginni a narancslédet? Mami! Ó, jó napot. Hello. Semmi baj, kicsim. A bácsi jó barát. Pakolj össze, jön a busz. Kér kávét? Igen, köszönöm. Mi lehet a neve egy ilyen aranyos kislánynak, mint te? Chrissy. Á, szép név. Gyere, kicsim, itt a busz. Indulj. Szia, egy puszit. Ügyes légy. Nagyon szép kislány. Á, köszönöm. Hány éves? Jövő hónapban lesz 8. Ma van az első tanítási nap. Hozzam a kávéját. Köszönöm. Kösz, viszlát. Parancsoljon. Köszönöm. Kér reggelit? Igen.
Hozom mondjuk egy sonkás tojást, és... Milyen legyen a tojás? Nem túl kemény, és spiritust kérek. Rendben. Szeretnék kérdezni valamit. Kivele? Egy magamfajta aglegény hol talál itt használt bútorokat? Nem valami puccosra, tudja, everőt, étkező asztalt, olyasmit, ami a nem túl drága és a legigénytelenebb szint között mozog. Az az én szintem. Van egy bolhapiac. Elindul itt, ezen az úton, megy körülbelül 30 kilométert északnak. Ott lesz egy útkereszteződés. Amint elhagyja a kereszteződést, az út két felé válik. Két földutat fog látni, de nem jelzik. Szeret vásárolni. Mami, veszel nekem muszlit? Igen, össék. Milyen színűt kérsz? Majd én veszek, majd én. Sárgát. Sárgát. Tessék rózsaszínűt. Nem baj. Nem, nekem is tetszik. Köszönöm. Tessék, köszönöm. És strapapíró darabokat keresek. Amik nem törnek össze. Majd körülnézünk. Ez nagyon klassz. Na és ez itt? Ez nagyon otthonossá teszi a szobát. Ráadásul tölgyfából van. Tölgyfából? Igen, és elengedek $5 az árából. Akkor mennyi lenne összesen? $15 a kicsi, 25 a nagy. A lábtörlők mindegyike $10. Nem egyedül lakik ebben a házban. Vagy igen? Maga vallásos ember, Mr. Black? Megkereszteltek ugyan, de nem járok templomba. Van felesége? Kétszer elváltam. Egyedül él? A fiammal, Garyvel. Ő valósággal a jó Isten ajándéka. Nem is tudom, mivé lennék nélküle, nem tudom. Nagyon keményen dolgozik. Nyáron építkezéseken, télen meg hókotróval járja az utakat. És a templomban is minisztrál. És ő hogyan él? Van felesége? Gyereke? Se feleség, se gyerek. Egyelőre. Naponta imádkozom azért, hogy találjon egy jóra való lányt magának. De az Úr még nem hallgatott meg. Jó napot!
Zárva! Zárva vagyok! Jól van, jövök már. Zárva. Lori. Oh, Istenem, mit történt magával? Lori. Bocsánat, a volt férjem. Annyira féltem, meg akar ölni. És gondoltam, mivel maga zsaru volt. Hol van Kriszi? A kocsiban. Ne, majd behozom. De jól van. Nem bántotta. Nem bántotta. Hiába tiltották el, mégis néha megver. Ha lecsukják érte, akkor nem tud gyerektartást fizetni. Érzel. Leginkább a gyerektartás miatt ver. Maradjon nyugton. Jól van, mindjárt. Jó, ezzel készen is vagyunk. Most legyen erős, mert ez a másik lehet, hogy fájni fog egy kicsit, rendben? Ez az, mindjárt kész, nem azokon. Ez az, már is kész. Jól van, jól van, jól van. Jól van. Igen. Igen. Hát, a szeme nem sérült meg, de... Nem is tudom, lehet, hogy az ajkát össze kellene varratni. Hiányozni fog nekem az a törött foggal. Meddig ezen az oldalon eszem. Nézd, Lori. Mindent összevetve, az lenne a legjobb, ha... Maguk ketten hozzám költöznének egy időre. Nem ezért jöttem. Figyelj, nem kérek semmit cserébe, nincs kötelezettsége. Az ilyen veréseknek sose lesz vége, higgy el nekem. Ez hát akkora, hogy néha eltévedek benne. És nem kérek cserébe semmit, kivéve talán, hogy néha segítsen a kútnál. Persze csak időnként, és ha már jobban érzi magát. Hát, azért csak gondolkodjon rajta, fontolja meg. Ezt vigyék fel az emeletre. Mami, ez a ház olyan szép nagy. Ez a fogad teljesen új. Igen, szép, ugye? És igazi? Nem, nem igazi. Koronának hívják. Megfagynak. A kékek nagyon nyomulnak, és úgy látom, a védelem nagyon gyenge lábakon áll. És igen, a vendégcsapat átvette a vezetést. Igen, kérlek, kérlek téged. Ne vidd el a napocskát tőlem. Az én napocskám. Az én napocskám. Szeretem, ha a fénye mindig beragyog. És ha este lesz, én mindig félek. Jozo passzolja Murphynek, nagyon szép volt! Remek átadás! Ne vidd el a napocskát tőlem. Szép hóembert építettél. Van neve? Kitaláljam. Utána elárulod a neved. Nem akarod a fejére tenni? Kap-
ütött, és a kapus már nem tudta kivédeni Murphy ütését. A stadion tombolva ünnepel, már csak alig néhány perc van hátra a játékból. A mamád beszélt már az igéről? Tudod, mit jelent? Itt vagy? Ez az. Hogy vagy? Jól. Gyere! Tudta, hogy a csúnya bogár sosem engedni el maga mellől. Sírva törölgette le a port az arcáról, és ott búslakodott még egy ideig. A nyár lassan a végéhez közeledett, már jócskán sárgultak a levelek, és hűvösek lettek az éjszakák. Egyszer csak felnézett, és meglátta a fecskét. A fecske látta, hogy pityereg, és megkérdezte, hogy miért szomorkodik. Elmondta neki, hogy nem akar a csúnya lótetű felesége lenni, mert akkor egész életét a föld alatt kellene tölteni, ahová sose süt be a nap. Ekkor újra sírva fakadt szegény. Hamarosan itt a hideg tél, mondta a fecske, és én elrepülök a melegebb országokba. Velem jössz? Ülj a hátamra, és jól kötözd oda magad az öveddel, majd én elrepítelek messze a hegyeken túlra, távol a csúnya lótetűtől és a sötét odujától. Ahová én megyek, ott sokkal melegebben süt a nap, mint itt ezen a vidéken, és örökké nyár van, az a virágok hazája. Drága hüvelykpanna. Lori? Jól van. Thank you.
Tessék. Chris teljesen oda lesz, ha meglátja. Ez csodálatos, Jerry. Igen, tetszeni fog. Imádni fogja. Biztos, hogy jó ötlet ide tenni. Túl közel van az út. Ott hátul meg üresen áll az egész terület. Igen, de a boltból éppen ide látni, így szemmel tarthatjuk, érted? Ott hátul meg annyira kihalt, hogy onnan tudod, bármikor eltűnhetsz. Igazad van. Igen? Azt hiszem. Elintézem. Örülni fog neked. Mit szólsz ehhez? Hát ez... nagyon szép. Igen? Te milyeneket szoktál választani? Jól áll ez a szív. Tetszik? Tetszik. Hát jó. Lássuk csak, hogy áll ez. Jaj, ugyan. Ez a gyerek hallgat. Hallották, hogy közeledik az óriás. Egy szemvillanás alatt a fiú megint elbújtotta a kemencébe. Ekkor újra belépett az óriás, és üvölteni kezdett. Fi, fá, fum, fum. Érzem, hogy egy angol ember rejtőzik a házamban. Adjátok elő nekem azonnyomban, vagy halálfiai vagytok. Én összetöröm a csontjait, ha megtalálom, és holnap aborsítok kenyeret magamnak. Csend legyen, mondta az óriás felesége. Itt a visszajáró, $1.50 és a nyugta. Kösz, hogy nálam tankolt. Viszlát! Viszlát! Sötétben, így Jézus mindig velem lehet. Hintáztatnál egy kicsit? Igen. Chrissy, mit akart tőled, Mr. Jackson? Meghívott a templomba. Szerinted a mami elenged? Tudod, kicsim, minden ember más-más dolgokban hisz. Vannak, akik azt hiszik, hogy a Biblia történetei igazak,
És vannak, akik azt hiszik, hogy mindez csak mese, mint az óriásos történet. Chrissy, meg kell ígérned nekem valamit. Ha bárki megpróbál beszélgetni veled, egy férfi, akár Mr. Jackson, akár más, leginkább, ha jó, magas az illető, azonnal szólj nekem, rendben? Megígéred, hogy szólsz nekem? Ígérem. Jól van, kicsi. Most már meglöknél? Igen, persze. Emelts el a lábad. Rajta! Készítsd a serpenyőt, van mit ennünk. Várj, elpakolok innen. Azt akarom, hogy lássa, micsoda halak vannak a tóban. Chrissy! Nincs itthon. Jackson érte jött és elvitte a templomba. Ki? Tedd ide. Jackson? Tudod, hogy már régóta könyörgött, hogy elmehessen. Elengedted vele? Jézusom. Miért? Nem, semmi, csak én megígértem, hogy vele megyek. Tegnap a Bibliáról beszélgettünk. Sietek, megyek, megkeresem, jó? Ugyan, csak a templomba megy. Üdvözöllek Isten házában. Az Úr legyen te veled. Az Úr legyen te veled. Thank you.
Igen, kicsim? Mi a baj? Nem tudok aludni. Olvasnál nekem egy mesét? Még egy mesét? Kérlek. Hát jó. De most csak egy rövidet. Menj odébb. Nézzük, mi van még itt. Lássuk csak. A cipőkészítő manók. Vagy pedig... Ma találkoztam a varázslóval. Hogyan? Megígértem, hogy a szüleimnek nem mondom el. Úgyhogy nem szólhatsz a maminak, mert akkor a varázsló nagyon mérges lesz, és többé nem jön vissza. Nézd, Kiszi, én ezt nem tudom elhinni, mert varázslók nem léteznek. Nem, Jerry, ebben tévedsz. Bebizonyítom. Hát jó. Ezeket tőle kaptam. Finomak. Aha. De te nem ehetsz belőle. Azt mondta, hogy holnap még többet ad nekem. Ha? Holnap? Na és hol? Az erdei piknikező helynél. Ugye aranyosak? Két icike-picike sündisznócska. A varázsló azt mondta, hogy ő egy nagyon-nagyon messzi országból származik. Jerry, találkozhatok holnap a varázslóval? Hát, ha ez egy ilyen kedves varázsló, nem látom semmi akadályát. De ez maradjon a mi kettőnk titka, jó? Köszönöm, Jerry. Itt vagyok veled szemben a folyó túlpartján. Tisztán látom a kislányt a piknikező helyen. Nem vagyok jó helyen. Tessék. Sokkal közelebb kéne mennem. Jerry, egy egész kommandót hoztam, a szívességből. Maradj, ahol vagy. Egyes és kettes lövész, mérjék be a pad környékét. Szeret, tudom már, olvastam a Bibliát. Tehát? Úgy látom, ma nagyon szomjas vagy. Oliver! 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 Hova rejtetted a bombonokat, Oliver? Oh.
Itt vannak a sütdisznók. Most lemegyek a vízhez egy pillanatra. Jerry. Szerinted eljön a fickó? Strom, Jerry felétek tart. Át kell a folyón. Igen, látom. Mi a fenét akar csinálni? Anya úristen, honnan tudhatnám? Talán hiba volt ide jönni, Stan. Tartsd ott, már is jövök. Hatalmas tojásokat rakott. És a tojások egyszer csak rázkodni kezdtek. Mi folyik itt? Kösz. Jerry! Maradjatok a helyeteken, fiúk. Van egy kis gond, de megoldjuk. Sam! Nem vagyunk jó helyen. Jerry, 8 kommandóst hoztam. Nyugalom. Uraljuk a helyzetet. Fogalmat sincs, hogy kivel állunk szemben. Ez a fickó egy szörnyetes. Jerry, ez... Nem érted? Képtelen vagy felfogni, hogy ez nem csak egy mese. Nagyon is valóságos, hidd el! Nincsenek varázslók. Másfél éve elkaptuk a gyilkost, Toby Vadenachot. Ne nehezítsd meg a helyzetet. Hogy állsz te? Ha? Ennyi volt. Ennyi volt, végeztünk. Ezzel kész. Vége. Jól van, Stan? Te tedd, amit tenned kell. Én teszem, amit tennem kell. De amikor elmentek, ne hiúsítsátok meg az akciót, rendben? Megértettél? Gyerünk! Jerry még marad, vigyázzatok a kislány, ne legyen észre. Jól van, srácok, akkor pakoljunk. Csak hogy tudd, elmondom az anyjának. Nem ismertétek 20 évvel ezelőtt. Jó zsaru volt. Remek zsaru volt. Csak... végül... egy részeges bohóccá vált. Nyomorult bohóc.
Chrissy! Ó, Istenem, kicsikém! Mami, ne! De gyere! Ne, mami! Azonnal gyere! Ne, mami! Ne! Fejezd be, Chrissy! Ne! Gyere! Jerry! Jerry! Menj a kocsihoz! Kell a babám is a bicikli! Azonnal szállj be! Jerry! Szállj be a kocsiba, most rögtön! De ott a biciklim! Szállj be a kocsiba! Mocskos gazember vagy, Jerry! Hogy voltál képes megtenni Chrissyvel? Miért tettél ilyet vele? Csupán 8 éves, Jerry! Csak 8 éves az ég szerelmére! Meg is ölhették volna! Rohadt! Szemétláda! Nyomorult, elmebeteg! Mindvégig eljátszottad, hogy szereted őt, és hogy mi hárman új életet kezdünk! Szemét állat! Szerencsétlen őrült. Ez elég csúnya. Jézusom. Szegény őrt.
There's a white dog howling by the side of the road. A drying drop of water in the sand. A child's toy floating on a river's edge. A drop of blood falling from my hand. Out here on the sidewalk, we just stumble through our day. Watching goodness die a thousand deaths, we just turn our eyes away. Tailpipe on a battered old car. They said they'd drive it round the world. And someone shot a preacher in the early morning sun. And made a joke about an easy kill. Someone got a shoe shine, and someone had some fun, while the rest of us played.